olyan emberekkel se fognak pozrincsben találkozni, és ez nem optimális itt az egyiné. Ez, aha, de az nem tudja majd elhozni, mi történik, de a bombával be kéne törni valahogy, és be fognak menni, és vinni, tehát nagyon nagy meglepetés lesz ez most a csapat számára, közben a bombát nem látják, le is fog kerülni, 2v2-ben egészen megfordult a szituáció, bár elfogyott a utility, kiskevók azonban vannak, úgyhogy egyáltalán nem olyan rossz ez. Eriknek hamarosan csatlakozni kell, Vininek nagyon kevés a HP, és Ipszió voltából meg lesz ez a fegyveres kör, hát elképesztő, ledobta az agyam az ég szíjat, végül Vinnek megvan az egyik frag, Bemeske pedig vissza tudja lőni, és 0 HP, és Midivel kell harcolni, valahogy Bemeskének ki is píkel. Jajjaj! Ne, nagyon nagy hiba lehet ez, közben Vini feláll a doboz tetejére, begyelőre, és végül Bemeske lehozza, 2v4-et ment a honvéd. Önnek csak még bevándorolnak, meg az első frag, és rögtön 3v3 lehet a szituáció, és meg akartak, és nem bírnak kinézni, majd az VP-sel próbálkoznak sokkal inkább, de Zal hibázik, óriási szerencséjükre. Jaj, és Erik a dupla, közben a boost, mindnek két CT játékos lenni, a kezdve van info, jaj! Hát majdnem elvitt a társát, PMK pedig duplázik. Jézusom, és valahogy Bandage-nek le kell tenni, és itt van a fedezés közben, és Memeske supportál. Így ezzel lekerül a bomba 2v2-ben, és ott van még egy frag Memeskének. Elbukhatja ezt a kört, Vininek kell valahogy megmenteni. Kipikkel Memeske, Jézus atya úristen, milyen 3K a legjobbkor. És az alsó push pedig zseniális lehet hamarosan, jönnek is le az alsóba, Nest pedig találkozik egy pár játékosra, megvan az első, megvan a második, Bandage szépít, Nest-től ott van egy tripla, váratlan fordulatok, óriási indulás ez így kapásból, miközben Vini ráfordul fókuszra, és Bandage egyedül marad, hát egy 23 másodperc, és a bombának valamikor le kéne kerülnie, Erik közben tudott egyet fregelni, és jaj, fordulásból belövi Shiftset, aki ugrott ráadásul, írtó szerencsétlen szituáció, le fog kerülni végül a bomba, egy ember CT-n, egy ember pedig még Gandalfnál helyezkedik el, kuklisztály Zaltól, másodjára megvan neki a nózó, és Zol lehozza a kört a Honvédnak. Beszéltél te arról, hogy mennyire kell a csapatba, Zal? Elképesztően! Ennyire kell! Kör tud nyerni, teljesen egyedül! Óriási a VP-s performance ez most tőle! Én kezdhet a dinamikus támadás itt arra Shifts, egy olyan pozíció, amit már láttunk tőle, viszont még így is tud fregelni. Mondania kell, viszont most ezt a setupot, Shifts viszont még mindig kontaktolja, megvan egy frag, megvan neki még egy, triplázik Shifts, és Wandergy pedig lezárja ezt a félidőt, megkapjuk bizony, hölgyeim uraim, azt a 8-7-es félidőt. Memeske fog érkezni. Vinivel megnyerte a fightot, így Memeske mehet tovább. A füst Pitre. Már ott pont nincs kizár. Hó, Memeske! Mekkora van te? És mehet tovább Memeske, micsoda? Megfordítja ezt a Lenovo Legion Homewin. Memeske! Micsoda? Még talán bele is fér. Abszolút bele fog félni, és ezt is gyűnek rádióban, Zal meglövi a kint olálkodó sziklódot, és most fog jönni ez a támadás, és most jön igazán ki az, hogy húzgolyós és nagyon fáj ez Shiftnek, egy embert azért el meg ideje van megtölteni, második, harmadik, és ott lehet a negyedik, el kell találni végül Eriket, és meg is van. Marad 1v3-ban, M4-jel a kezében, megvan neki egy frag, megvan két játékosra is az információ, de nagyon nehéz lenne bejutni, ki lehet píkelni Vandergy-nek akár kontaktra, egyelőre a frag nem jön össze neki. Sziklod pedig még mindig nézelődik be rámpán. Tehát most már ez egy nagyon nehéz szituáció. 23 másodperc, Diffuse Kit sincs nála. Azonnal fregelnie kéne, megvan neki még egy! Lehet így viszont menni, 17 másodperc. Bőven van, lenne még ideje, megvan Sziklodnak! Az 1v3 és van idő! Mik ezek az egyéni megmozdulások, Striker mind a két oldalról? Elképesztő elődöntőt láthatunk.